Sziasztok, én Negyedi Péter vagyok, ez itt a Szabadlábon Podcast, amelynek első részében Szűcs Krisztián viszel engem Esztergomba sétálni. Velünk volt Vili és Bogyó, és elég jól éreztük magunkat. Úgyhogy sok szeretettel hallgassatok bele. Ja, a helyenként előforduló erős szélzaért elnézést kérlek. Na, igazából itt most az van, hogy most kezdődik az éles? Már megy az éles. Péter. De a sportbüféről mindent elmondtál. Igen. Meg nyilván az se egy olyan nagyon nagy rejtély, hogy miért Esztergomban vagyunk, vagy erről akarsz mesélni, hogy miért Esztergomban vagyunk? Nagyon fájó. De azért, mert ide jártam főiskolára, többek között a Heaven Street 7 is itt alakult. Sajnos nem is tavaly előtt, hanem... Ez 90? 91-től 96-ig gyakorlatilag itt voltam Esztergomban. Nagy százalékban. És ez a sportbüfé, itt sokat tanultunk, de az is volt egyébként. Tehát itt lent vagyunk a Kis Dunapart sétányon, és itt van a sportbüfé, ami ma már egy ilyen felműkövezett, ilyen fix asztalos, ilyen, hát nem tudom milyen büfé, de régen ez egy klasszikus murvával leszort, kockás abroszos, bádogasztalos hely volt, és hát itt rengeteg időt töltöttünk. Itt egyszerre minimum 10 főiskolás mindig volt. És ott fönn a tetején, az egy terasz? Vagy az... Azt nem tudom, ott soha nem volt. Szerintem, mert ezt tudni kell, hogy ez a strand területén van, azért is strand, sportbüfé. Figyelj, eddig végig azt mondja, lesz, hogy sportbüfé, nem? Na most annyit korrigálnék, hogy strandbüfé, most itt ott eszem. A sportbüfé, az kint van. Csicsába, az egy teljesen másik hely, de az nagyon messze van. Nem, ez a strandbüfét, kicsit tévedtem, és itt közvetlenül mellette, mint mi azt látjuk, most le van ugye fedve, téliesen, van egy medence is, ami erősebb pillanatokban átmásztunk itt a kis kerítésen, és akkor bedobtuk magunkat, mikor jó idő volt. Gyakran mentünk innen vizsgázni, vagy itt vizsgáztunk, olyan is volt. Kivonult ide a tanár? Úr, meg olyan tanár, is volt hogy, egyébként, és ilyen de lazább... szóbeli vagy írásbeli? Hát ilyen, nem tudom, szóbeli. Inkább. Inkább szóbeli. Csináljunk egy elindultat, csináljunk kutyásat? Dog is. Belefértek, hülyék. Itt fölemelem a rogyit. Ja, de meg ülj le, mert akkor így férsz bele. Gyere, Bogyóka, gyere, legyél bele, már kamera. Belekomponálok a képbe. Kamera érzékenyebb. Na. Pedig gyönyörű ez a... Egyáltalán nem kopasz kínai kopasz kutya. Na jó. Szóval ez volt a strandbüfé, és hát itt nagyon sokat voltunk. Itt lefölmászkáltunk. Ez mi, ez Kis Duna? Kis Duna sétány. Mert hogy ez a Kis Duna. És itt ez a Prímás sziget, itt kezdődik lefelé, az elég hosszan. Több kilométeren keresztül. És itt még az is előfordult, hogy itt kenúztunk, meg kajakoztunk. Azért ritkábban, de előfordult itt a Kis Dunaágban. De hogy kell téged elképzelni, így főiskolás korban kenúzni, kajakozni, hogy levetted a pólód és leégtél, vagy... Nem, majd... Igen. Hát semmi, volt egy ilyen csónakház a főiskola... Anyjunk arra. Jó. Volt egy ilyen csónakház, azt hiszem, a főiskolának, vagy nem tudom. Akkor még ilyenek is voltak. És akkor... Hát nem sokszor volt ilyen, azért túl sokat nem sportoltunk, de volt, előfordult. Viszont annál nagyobb hóbort volt, amit ott láthatsz, mert ott van egy kis híd, hogy a ilyen komolyabb bulik közben, én soha nem csináltam ezt meg, de a bátrabbak leugráltak a hídról bele, oda körülbelül a másfél méteres vízbe, 5 méterről. Most milyen halálozási rátája volt? Semmi, érdekes módon mindenki túlélte. De hát nyilván ez már soha nem szomjasan történt általában. És most haladunk a Kis Duna sétányon, jobbra Bazilika, most nem látszik, meg itt ugye a Víziváros, ahol van az érseki palota, meg a fő plébánia templom, meg ilyesmik. Na. Hello. Megszagoló. Úgy is sok vannak. Ügyes volt ez. Kész csok van. Kész csok. És akkor az volt, ilyen ingázás volt itt a strandbüfé, és ott majd meglátjuk, ott a körülbelül 3-400 méter, ott volt a
világegyetem legjobb büféje, vagy kocsmája, a Volán büfé, másnéven Faház, amit szintén nagyon szerettünk, és az azért volt érdekes, mert az akkor még a Mária Valéria híd, az Csonka híd volt, mert ugye a háborúba lebombázták, és 90 nem tudom hányig, vagy 2000-ig nem építették vissza a hidat a szlovák határon. És amíg addig volt ez a Csonka híd, és a legkeményebb srácok, azok például a Jenei Pista, meg a Kocorákos, bár lehet, hogy ezeket nem szabad mondani, ők... Ki tudom sípolni, ők ők már vezető tisztségviselők? Vagy? Köszi. Nem, csak köszönjük. Lehet, hogy véletlenül hallani fogja, hogy hírbe hoztam. Ők leugrottak a Csonka hídról és a Nagy-Dunába. Csak hát ugye ott az is probléma volt, hogy a Nagy-Dunába, ott a víz alatt ilyen, még ott voltak a háború óta, ilyen a lebombázott hídnak, a izéi, fölrobbantott hídnak a mindenféle vasbeton része, bármi. Úgyhogy a vízfelszín alatt lehet, hogy egy méterrel ilyen ott állt mondjuk egy vasbeton gerenda, de szerencsére nem volt semmi. Hát te sose lehet tudni, hogy mi van a vízbe, pláne egy ilyen szitúban. Igen. Én gyerekként a Körösbe ugráltam, de ott is figyelmeztettek, hogy ott például egyszer eltűnt egy teherautó, és akkor mit tudom én, na, ott például ne ugráljunk. De a Békés-Szent Andráson is van egy hasonló kis híd, és de egyébként pont ugyanekkora, meg kb. Pont ugyanilyen magas, és a pálinkással is, tehát a mögött. Aha. Pálinkásával onnan ugrabugráltunk, és egyébként felszabadító így leugrani egy hídról. Igen. Mondták. Nem tudom, én nem ugrottam, de megmondom őszintén. Bár a Dunába úsztunk azért télen egyszer-kétszer, meg nyáron is. Télen? Igen, volt olyan is. Hát egy kicsit így ez. Aztán átöltöztünk a Volán. Mi volt a nem elgondolás? Tudom. Hát, hogy Sirilla. De csak így minimálban szerencsére. Tehát annyira nem volt hideg, de a víz az rohadt hideg volt, és csak így beleugrani, aztán hát az kemény volt mondjuk, de igen. Na, és akkor itt haladunk. De a német Robival voltatok itt osztálytársak is, vagy csak évfolyam társak? Nem, évfolyam társak voltunk. Ő szocpedes volt, én pedig tanító, művelődés szervező, filmterjesztő. Mert volt ugye, ez a tanítóképző főiskola volt, azt gyakorlatilag most már lassan megszűnik, azt hiszem. És... Ne együnk meg semmit. És voltak ilyen B-szakok, tehát volt, hogy szociálpedagógia, nyelvtanár, például Dadán, a legendás Kovács Ákos Dadán, aki a Heaven Street Seven menedzsere volt 10 évig, ő is ide járt, tehát hogy itt ismerkedtünk meg. Úgyhogy ők leugrattak a hídról? Nem, szerintem nem. De azok a keményebb srácok ugrottak le. Úgyhogy, igen, és... De te egy pesti ember vagy, szóval igen. Te mit kerestél itt 91-ben? Hát, kérlek szépen, akkoriban még az volt egy komoly szempont volt, hogy leérettségiztél, akkor ne vigyenek el katonának, és ez úgy lehetett a legjobban elkerülni, hogy elvigyenek katonának. Tehát nem azt akartuk elkerülni, hogy ne vigyenek el. Értem. Dupla negáció, hogy... És akkor itt gyönyörűen kibomlik előttünk a Nagy-Duna. Szóval az volt az, hogy valahova mindenképpen menjen az ember főiskolára, egyetemre. Menjünk itt balra át. Jó. És akkor nem viszik el katonának, legalábbis addig, amíg iskolában jár, vagy felsőoktatásba. És mivel én jelentkeztem a jogi egyetemre, a mai napig nem tudom, hogy minek, valószínűleg egy kicsit ilyen családi indítatásból, bár engem egyáltalán nem érdekelt a jog, Mi volt a család indítatás? Hát semmi, ez kitalált, nem tudom, apám kitalálta, hogy menjek a jogra. Tudom, engem meg nem az volt, tehát nem volt olyan borzasztó nagy presszúra, engem igazából nekem mindegy volt, mert én akkor is tudtam, hogy igazából zenélni szeretnék, bár akkor még semmilyen esély nem volt rá, hogy ez mint hivatás, meg ténylegesen megvalósítható életforma lesz, de
De úgyhogy nekem majdnem mindegy volt, hogy én most hova járok, mert tudtam, hogy ez... Tehát tudtam, hogy nem akarok lenni jogász, de azt is tudtam, hogy tanító se akarok lenni. Meg még sok minden más, nem? Úgyhogy nem vettek föl, és akkor valamit ki kell találni, és átjelentkeztem ide, Esztergomba, mert ide át lehetett, és akkor fölvettek. És így egyébként nagyon sokan voltak akkor, tehát a Robi is például, meg a Dákos is, hogy így akár Pestről, vagy mit tudom én honnan, valahol jelentkeztek, de igazából nem, ők se voltak annyira elhivatottak, meg nem tudom mi, de, és végül itt fölvették őket, ide a tanítóket, és akkor itt egy ilyen jó kis csapat összegyűlt, és egy ilyen négy éves ilyen osztálykirándulás hangulat alakult ki. Na most kérlek szépen megérkeztünk arra a szent helyre. Na most már legalább van valami, mert ott, amit most látunk ilyen a Duna partján, itt a Mária Valéria híd tövében vannak ilyen kis bódék. Legalább már ezek vannak, mert mikor lebontották ezeknek a helyén levő volán büfét, akkor gyakorlatilag semmi nem volt itt, csak három autót ott parkolni gyakorlatilag, úgyhogy a semmiért bontották le. Ennél megörökítjük. De most már vannak itt ilyen büfék. És az még azért volt érdekes ez a rész, mert amíg nem volt a híd, addig itt volt a komp. Nem tudom, hogy most egyáltalán, szerintem most nincs is komp, de hogy itt ültünk a büfében, volt meleg szenya is. Hát mondjuk ez érdekes lenne a híd tövébe egy kompot üzemeltetni, ez mennyire gazdaságos. Hát igen. Jó, de nyilván még nem volt híd, addig így, mert rengetegen ugye járnak át Párkányból és vissza, mert hogy Párkányban gyakorlatilag 99%-ban magyar lakosság van. És akkor jöttek át Eszterumba, meg mi is egy csomószor átmentünk, mert ott látta azt a ronda piros tetejű üzét szembe, az volt a híd büfé, a szlovák oldalon, felvidéki oldalon. És ott oda finomabb volt a sör. Ott egyrészt sokkal finom volt a sör, sokkal olcsóbb, és rántott sajt is jó volt. Úgyhogy gyakorlatilag ez volt, hogy itt kicsit megalapoztunk a volán büfébe, vagy itt volt a találkozó, aztán átmentünk. De volt, hogy könyvet is vettünk. De hogy én most lehet, hogy tök hülye vagyok, de ha jól emlékszem, azt hiszem 2001-ben léptünk az Európai Unióba. Igen. De a 90-es években ugyanúgy szabadon át lehetett járkálni, nem volt ilyen útleveles. De volt útlevéllel kellett. Ja. Tehát így mindenkinek volt útlevél, kérlek szépen. Úgyhogy nem, egyszer volt jöttem olyan, hogy már nem voltunk teljesen... Menjünk a partra. Teljesen szomorúak, és akkor kitaláltuk, hogy átmenjünk. Nem akartam átmenni igazából, és nem is volt nálam útlevél, de így is átmentem. És valahogy vissza is tudtam jönni, az a legmegdöbbentőbb az egészben. Mert ez egy ilyen, tulajdonképpen ez ilyen kis határátkerülnek számít, úgyhogy itt nem mindig vették olyan borzasztóan komolyan már akkoriban ezt a útlevelet, vagy hát így néha akár ez is megtörténhetett, hogy így át tudott menni az ember útlevél nélkül. És ide jött föl a komp, és akkor oda mentünk át. Na, hagyom egy kicsit hűsölni a Vilit, menjen nyugodtan, meg így el. Vagyi? És akkor tényleg én egyébként a gimis éveidről nem tudok semmit. Gimi years? De hogy akkor ezek szerint már ott eldőlt. Na nézd, iszik, figyelj. Mindig megy ez, hogy iszik egy picit, aztán belefekszik. Jaj. És aztán ilyen öreg urasan kicammog majd. De az, hogy még jobban belemenjen. A Bogyika nagyon félt a víztől, de majd pont itt, ott van följebb egy ilyen rész. Ott nyáron egyszer-kétszer fürödtünk, és mármint mostanában. Uh-huh. És Bogyika ott magától belement a vízbe, mert egyébként retteg. Uh-huh. Rettegett a víztől. Na szóval, hogy az előbb meg már mondtad, hogy már akkor tudtad, hogy zenélésre akarsz foglalkozni, akkor nyilván már előtte fogtál gitárt a kezedbe gimis gitárt emberként. Nem. Kérlek szépen. Gitárt nem. Én izé voltam, billentyűs, szintetizátoros voltam, kérlek szépen. Mert ugye nekem zongorám volt ott, amit a nagyanyámtól kaptam. De mi, rendes zongora? Zongora. Amit te most meg akarsz szabadulni. Igen, egy nagy Lauberger und Gloss. Még most is megvan, a keresztanyámnál van. Mert én nem tudom hova rakni. Mert ahhoz kéne egy 120 négyzetméteres lakás minimum. Hát a miénk 90, és abban is túl sok helyet foglal sajnos. Egy pianino vált kéne alakulnia, mint egy ilyen Transformers. Igen. Na pont ezen tanakodtunk a csajommal, hogy muszáj megválni tőle, de hogy tök jó lenne azért ilyen szép. Ez, mi, ez szép valami jó, jó, jó cucc, nem? Vagy mi a neve? Ez a Keresztély Sándor nevű zongorakészítőről az lelhető fel a neten, hogy ő a
világkiállításra, szóval 1896 vagy 1900-ra csinálta ezeket a zongorákat. De túl nagy értékük nincs. Hát az a baj, hogy most már nem nagyon sok, nincs nagyon érték a zongoráknak, mert kurva sok van, ilyen közép jó, teljesen jó zongorák, de ilyen, tehát rengeteg van, és hát nem tudnak vele mit kezdeni sajnos. A polgári évet sokan, mondnak egy mert az olyan volt, mint egy fali tükör, tehát hogy... Hogy kellett a lakásban. Szóval volt egy zongora, és akkor te tudtad, hogy szint is leszel? Hát én igen, tehát az volt, hogy én nagyon... Azt már elég sokszor mondtam ilyen mindenféle interjúkban, hogy nekem tényleg az volt, hogy tényleg anyámtól kaptam egy kazettát, Beatles válogatás, 62-66, és akkor azt meghallottam, ott van egy jó kis esküvő, nézni. És meghallottam az első számot, azt hiszem azon a You Got to Hide Your Love Away című Beatles dalt, és akkor ahogy azt meghallottam, azt tudtam, hogy én nem tudom, hogy mi ez, de hogy én ezt akkor fogom csinálni, ilyesmit, mint ez. Uh-huh. És akkor ennyi volt igazából. Onnantól kezdve van. De itt nem érzek ilyen szoros összekötetést a szintivel. Hát a szinti az meg úgy jött, hogy az volt ott van a zongora, és akkor próbáltam leszedni Beatles számokat zongorán, még akkor azt sem értettem, hogy mik ezek az akkordok, mert én dallamokat leszedtem, meg még azt is megtaláltam, hogy milyen alaphangok vannak, de hogy most mik ezek a C-dur, H-t, meg mit tudom, én kaptam ilyen lópottákat, ilyen Beatles lópottákat, amik itt, hát tudod, ilyen, és akkor csak így akkor az akkordokat így megtanultam, hogy akkor mi micsoda, de ezeket a zongorán. Bogyó! Te hol a bogyó? Vivikém! Gyere, te is! Ennyire gyere! Belefeledkeztem vízbe, hogy bogyó! Itt van a lábad. Az meg mindig ez van, mikor nem szem látom az. A bogyót, akkor mindig a lábam nem. Hol a szemüvegem? Na. Egyébként a Pitlis az egyébként nekem is egyik legmeghatározóbb gyerekkor, és sokkal összetettebb zeneileg, mint aminek tűnik, vagy amit hall így elsőre az ember. Vagy nekem legalábbis ez volt az élményem, amikor megpróbáltam gitáron leszedni dolgokat, hogy rettenetesen sokféle akkordot használtak meg. Igen, de meg pont ez a zseniás, mert viszont ez nem tűnik fel. Igen. Hát ez az igényes búza. Nem, hát nekem nem ezen gondol, nekem az egész, amit árasztott, az... De hát nyilván ezt nem lehet elmagyarázni, meg ez azért mindenki tudja, hogy miről van szó, aki kicsit is szereti, vagy akit így valaha megérintett a Beatles, meg egyáltalán... Külön a Beatlesről lehetne órákat dumálni. Na, merre megyünk? Na és szerintem... De szép ez a... Még megmutatom majd csak úgy oldalról, mert arra nem menjünk el, mert az már nagyon izé lesz. Ott van egy ilyen sportpálya, és ott volt a Fesztergom Fesztivál sokáig, ami 90-es években volt végig. Akkor már itt a Heaven Street 7-nel izéltünk. Na mindegy, még most még visszakették. Ez volt, az jóval tovább, igen. Az a 2000-es évek. De szerintem 2000 valameddig talán volt, igen. És ja, hát most még elmehetnénk, az a baj, hogy annyi felé tudnánk elindulni, és mindenhol van valami. Hát menjünk arra, merre jól esik, aztán úgyis arra is lesz egy csomó emlék, na amiről és érdemes szót ejteni. Még visszatérve, kérlek szépen, tehát igen, én zongorám volt ez a zongora ott, amit a nagymamámtól kaptam. Emlékszem még gyerekkorom, amikor apám még a harmadik emeletre föl kínlódták ilyen izékkel, ilyen, hogy hívják ezeket? Nem hevedek. Gurtnikkal. És nyilván tanultam egy kicsit zongorázni, de hát nem nagyon. Tehát ilyen rendes zeneiskolában, mit tudom én. De hát annyira gyűlöltem a szolfést, hogy ilyen 3-4 év után abba hagytam a zongorázást. Nem tudom, én ezt a szolmizál, tudom, hogy hasznos, de én ezt akkor annyira meggyűlöltem. Énekkarra nem voltam, szerencsére. Volt ez a zongorázgatás, és akkor otthon én elkezdtem ilyen először megpróbálni mindenféle számokat leszedni. Aztán megtanultam az akkordokat. Akkor már könnyebben ment. És természetesen nyilván elkezdtem írni a saját szimfóniáimat azonnal. Hogyha a zeneiskolában nem is voltam hajlandó járni. Úgyhogy én már ilyen 12-13 éves koromban így ilyen össze-vissza játszogattam a zongorán, aztán előbb-utóbb így kijöttek belőle olyan dolgok, amiket már lehetett végül is zenének hívni valahogy. De ez még, itt még nincs ének. De, természetesen folyamatosan ilyen kamu
szövegekkel énekeltem. Jó, tehát akkor nem mondtad komolyan a szimfóniát, hanem ezek már dal. Igen, igen. De voltak ilyen szerzemények voltak. Igen, tehát ilyen folyamat kazettákat csináltam, hogy leültem, rányomtam a vízhangpedálra természetesen, és elkezdtem mindenféleket játszani, amik így éreztem, hogy ez. És akkor azok között egész jó dolgok is lettek. Hú. És ezekből megvan még valami? Az a baj, hogy van egy pár kazett, amit direkt elraktam, ami ilyesmik vannak, meg a legelső szám, amit az unoka öcsémmel fölvettünk. Úgyhogy az angol, vagy az olasz válogatott gombfoci válogatott csatárával pengettem a basszusgitárt, és nem tudtam, hogy a bundokat le lehet fogni, úgyhogy csak az a négy hang állt rendelkezésemre, de az elég megbizonyult. Gyere! Pázmány Péter utca megyünk, ahol 2004-ben forgattuk az Ez a szerelem című H7 számnak a klipjét. Itt ilyen oldalkocsis motorral jövésmenés volt, valami mennyasszony lopás, vagy valami ilyesmi volt a sztori. Igen. És akkor az itt volt. És gerilla vagy engedély? Dehogy is. Hát magunktól kaptunk engedélyt. Jaj. Hát szerencsére itt azért nagy forgalom nincs, mint láthatod, úgyhogy ez nem volt akkora probléma. Hát most vagyunk itt ugye a vár, meg a bazilika tövében. Azért ez elég jó, még mindig. Brutál ez a bazilika, erre mindig rádöbbenek. Igen. Egyszer voltam ott fönt, körbe lehet menni ott a kupola tövében, és ott olyan akusztikai, hogy beízeltünk, hogy és olyan körülbelül másfél percig szólt egy ilyen hang. Nagyon brutális. Akkor pont elkaptátok a rezonáns hangját. Nem, a kupolára. Bogyóka, gyere! Gyere, gyere! Igen, te szépségem, igen, te. Na és, tehát én így gyakorlatilag szint is lettem. Kaptam anyáméktól egy Casio, 4 oktávos Casio, midizhetetlen. Persze akkor még nem is tudtuk, hogy ez gond. Egy ilyen kis szintit, és akkor a gimnáziumba beléptem az AHD zenekarba, aki a gimnázium Dark Punk zenekara volt, amiből később egyébként a Pablo Honey lett ebből az egészből, zárója bezárva. És ott szint is voltam, kérlek szépen, meg énekeltem. Aztán itt Esztergomban, a kollégiumban, ahova majd elmegyünk, megnézzük, Tünde nevű, nem a Tünde, nem tudom, hogy kitől is kérdeztem meg. Volt egy csaj, aki így gitározgatott, és akkor mondtam neki, hogy mutasd már meg a D-durt, léci. És akkor megmutatta a D-durt, a többit meg kitaláltam. És akkor meg még úgy nyilván így ellesegettem. És akkor onnantól kezdtem el gitározni, de ez már ilyen 92-ben volt, vagy 3. De nem is volt sokáig gitárom. Igazából csak ott a kollégiumban egy-két gitárot körbe szaladt, és akkor mindig ott próbálkoztam. És akkor úgy születtek gyakorlatilag az első HS7 számok tulajdonképpen. És még nem is volt gitárom. De akkor ez tök jó tudni, hogy nálad ez fordítva volt, mert igen. Azt vettem észre, hogy általánosságban a gitáros énekes frontemberek egy idő után odaülnek a zongora mellé, és egy ilyen alapszinten, amennyire a zenéiségük engedi, egy idő után el tudnak játszani pár vállalható harmónia menetet. Igen. És nálad is lenyűgöző az a tudás és zeneiség, amit néha hallok, ha zongorázod, akkor ez igazából az a anyahangszered. Hát igen, de igazából nem, tehát azért azt tényleg sajnálom, hogy mondjuk, hogy legalább még tanultam volna 3-4 évig zongorázni, akkor azért egy kicsit valamiféle... Igen, ez régen, nem is tudtam, hogy hol van. Itt vagyunk nem is tudom, ez milyen utca, ez egyik kedvenc utcám, de a nevét nem tudom. Vacska. Ami itt a vízivárosban, talán Esztergom legrégibb részében van, és itt van egy ilyen Macska út nevű. Azt mondja, nem megyünk föl majd a Macska úton? Ha megyünk, és akkor úgy lejövünk. Most megyünk föl. És akkor, de várjál, menjünk el odáig, visszajövünk, fölmegyünk, és úgy jövünk majd vissza le. Jó. És a főiskolát úgy nézzük meg, őrület. Szóval ez a Macska út, ez régen nem tudtuk, hogy hol van, hol kell fölmenni rá, de most már ki van így építve egy kicsit. Ez a Macska út, ez a Dunapartról fölvisz directly a bazilikához. Baszdmeg, nagyon durva. Na és van ez az utca, itt volt a Vasmacska nevű kocsma, Zsolti. Vasmacskás Zsolti volt a tulaj. És hát volt 2 év, amikor gyakorlatilag itt laktunk.
most nem is tudom, hogy hol van, de valahol itt. Az a ház, ott most semmi nincs. Az a ház ott, ami úgy néz ki, mint egy pince. Tehát azért ez nem rossz hely, nem? Kocsmázni. De azért ez is érdekes, hogy ide sikerült beikelni egy kádárkockát. Persze. Sok szép. Sok színűség jegyében. Eredeti. És ez volt a vasmacska. És akkor egyszer az történt, hogy ide jártunk vagy két évig, és egyszer valamiért valami összeveszett a Zsoltival, vagy valamiért meg lett rá haragudva egy kicsit, és akkor megmondtuk kvázi, mi az a főiskolás brigád, kicsit így megmondtuk a bizalmat, úgyhogy nem jártunk ide, úgyhogy be is zárt. Egy hónap múlva kb. Aztán nem tudom, mi lett, vagy hogy lett, de ez nagyon jó hely volt. Hogy gazdálkodtatok főiskolásként, ez hogy ment akkor a 90-es években, hogy kaptál valamennyi ösztöndíjat, és akkor azt kellett beosztanod? Lehet, hogy kaptam is néha, de ez annyira nem volt jellemző. De hát azért, tehát konkrétan arra emlékszem, hogy mondjuk menjünk itt le a partra. Emlékszem, hogy... Jaj, bocs. Mondjuk, ha kaptam egy 1000-est anyáméktól egy hétre, az a über király voltam. Abból még maradt is. Meg néha volt olyan is, hogy itt... Mennyi volt a Zsoltinál egy fröccs? Vagy nem emlékszel? Azt nem tudom, de azt mondom, hogy a volán büfében 5 forint volt a kis fröccs, és 8 a nagy. Úgyhogy ez... Igen. És 1,50 volt a szárra cigi. És itt volt testnevelés óra, a tanítóképzőfőiskolán, és itt kellett futkározni, meg mit tudom én mit csinálni. Amúgy ezt nagyon szeretem, ezt a részt. Romantikus. Igen. A Dunának rengeteg gyönyörű szakasza van, szinte az egész végig az, tehát hogy elképesztő. Persze. Hangulatú, meg szépségű folyó. Igen. Hegyi Áron barátom, amik laknak Kulcson, és ott döbbentem rá erre most így, mint 4-5-6 éve, amikor elkezdtünk oda járni hozzájuk. Ja. Brutál. De ott a part közelében vannak? Nem, ők, nekik van bejebb egy tanyájuk, ja, igen, de a nagymamának van egy, aha, egy ilyen nyaralófélesége szinte a parton. Aha. Meg hát az Áron... Hol a Vili? Vili! Vili! Lement a partra szerintem. Ott jön. Volt valami kaja. Bocsánat! Na igen, hogy? Mi? Ja, a Duna. Igen, hát én imádom a Dunát. Mindenféle szakaszon, úgyhogy igen, de ez itt nagyon... És itt van odébb egy rész, ami szemben van a Kovács-Pataki hegység nevű hely, ami a felvidéki oldalon van. És az egy ilyen alacsony kis hegy, de gyönyörű, tehát itt szemből így lemész, nem ilyen nagy kövek vannak, hanem ilyen kis kavicsos part, ott le nyáron iszonyú jó a víz, mert nem melegszik annyira fel, de zseniális, nincs sodrás, mert ott van egy olyan rész, egy ilyen gát, ami miatt nincs sodrás, és szemben meg ott vannak ezek a helyek, és kicsit olyan, mintha Horvátországban lennél. Van egy ilyen hangul, de mindegy, szóval zseniál. Na, itt meg már, itt régen nem, itt ilyen nagyon semmik nem voltak, ilyen romok voltak, úgyhogy most úgy látom, hogy ez itt kezdít erősen kiépülni. Itt volt a legkeményebb hely, a Korencsi nevű kocsma. Nagyon durva volt. Egyszer-kétszer voltunk ott, de hát az... Tehát azért nem volt... Hogy mondjam, tehát edzésben voltunk a Lowdown Pub világában, de azért az már nekünk is sok volt. Tehát az a mély világi. Igen? Igen. Akkor az életkor, átlag életre egy kicsit magasabb volt, és a... Igen, hát ott nagyon durva. Életszínvonal kicsit rosszabb. Halkeszek voltak, igen. Itt kezdődik körülbelül, innentől úgy hívják, hogy Szent György mező. Ott van az fel van újítva, azt hiszem az érseki palota talán. Hú, de durva. Ezek mind romos épületek. Az is egy rom volt még ilyen 20 évvel ezelőtt. És milyen társaság volt az, akivel itt a kocsmázásokat toltatok? Kérlek szépen például, hogy mondjak hírességeket. Például a Török Feri rendezővel egy csoportba jártunk, meg a Pálfi Gyuri, aki szintén. Úgyhogy ők is ide jártak, meg ilyen, tehát ilyen nagyon jó kis brigád volt utána, még sokáig. Tehát nyilván például a Robival, meg a Dadánnal még
évtizedekig együtt mozogtunk utána a zenekaron, innen, de sok más emberrel is. Hát volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 30-40 ember, akik így több évfolyamból persze. Bogyóka, ne, Bogyó. Bogyóka, ne pofátlankodj, bocsánat. Na kérek szépen, ott van az a kis ház. Például ott lakott a Török Feri egy időben Albiba, ebbe a kék izében. Nem így nézett nagyon ki. Nagyon takaros. Hanem sokkal szarabul nézett ki, de itt is volt egy-két buli. És gyakorlatilag most megkerültük alulról a bazilikát. Igen. A bazilika hegyet. Itt is föl lehet menni egyébként. Basszám, vagy hogy van? Nem, menjünk fel a Macska úton, hát ez annyira jó. Ja, és Szentgyörgy mezőn, bocsánat, itt is volt egy albérletünk, ami, tehát ez tényleg olyan már, mint egy falu. Tehát ez abszolút ilyen falusias rész, régen azt hiszem külön álló is volt. És itt volt a Laci bácsinál laktunk, aki, hát úgy volt, hogy volt egy ilyen kádárkocka ház, és az albérlet az úgy nézett ki, hogy három ilyen disznó, kicsit fenszibb disznó-szerű valami volt hátul, így egymás mögött, és az három szoba volt, amit kiadott Albinak, albérletnek, és... Ja, várj, itt nem tudunk visszamenni, bazdmeg. Ja, de, ott tudom. És ott laktunk, és hát az volt télen, hogy befűtöttünk, akkor az első szobában 38 fok volt, és akkor volt az, hogy már nem 11 fok volt a hátsó szobában, hanem 14 mondjuk. Érdekes volt. Meg ott voltak ilyen sztorik. Na, volt ott olyan, hogy volt az Andersen együttes, aki 90-es években nekünk nagyon nagy, nagyon bírtuk őket, meg nagyon felnéztük rájuk. Hoppá, akkor te kollárrajongó voltál már? Hát nem, a David, inkább a David Bornstein, mert őt nagyon szerettünk, meg haver is volt. Igen, ő csinált a legelső Heaven Street 7 demót a négysávos magnóján, nála vettük fel. Szóval volt olyan, hogy ők lejöttek koncertezni. Gyere! Büdös paraszt. Lejöttek koncertezni, és akkor gyakorlatilag azon kívül, hogy mondjuk ott laktunk öten az albérletben, azon kívül még 30 ember ott aludt. És a Laci bácsi még majdnem infarktus kapott, hogy mondta, hogy a muzsikusok meg menjenek szállodában. Úgyhogy voltak ilyen klasszikus mondatai, meg volt olyan, hogy a Laci bácsi szintén, a Szentgyörgymező, hogy nyár volt, mit tudom én, vizsgaidőszak, hát nagyon kemény buli után, mit tudom én, hajnal 5-kor hazaértünk, és négyen, vagy hárman, négyen voltunk a szobában, mindenki aludt az ágyán, de hát nem volt, tehát fáradtak voltunk, na. Uh-huh. És így reggel 7-kor, mikor már ordítva sütött be a nap, Laci bácsi így felszakítja a redőnyöket, úgy kopogtatás nélkül beront, felszakítja a fülén, mit vakoskodtok itt? Felkiáltással. Ideális főbérlő. Igen. Jó, hát mindegy, egyébként jó fej volt Laci bácsi. Jót akart. Próbált nevelni minket egy kicsit, de hát nem nagyon ment. És akkor most a másik irányba jönk vissza, a Macska út felé, kérem szépen. Szembe a Duna még mindig. Kíváncsiak, megtaláljuk-e? Hát innen nem tudjuk eltéveszteni, mert ott mentünk le. Ja, ez az az utca, amiről itt mentünk le. Vagy nem itt. Nem, hanem hát azért még vissza. Odébb, de hogy ezt kerültük meg. Egyébként innen, ha megnézed, az gyönyörű volt. Tehát az a Stúrovóba, azaz Párkányba szembe kibasztak a Dunapartra olyan okádék lakótelepeket. Nem is az, mert az még hagyja, mert az nem látszik. Tehát ott van itt a gyönyörű Dunapart, a Primás sziget híd, és mögöttem pedig egy nagyon ordinári lakótelep. Most annyit csináltuk az elmúlt 25 évben, hogy lefestették őket pirosra, meg zöldre. Tehát ettől szebb lett. Így hát legalább valamit próbálnak menteni rajta. Igen. Ez milyen fasz? Na. Én sose voltam... Ez valami trafóház volt régen, azt hiszem. Hát az ugás megmaradt. Igen. Hogy én sose voltam kolis, de akkor gondolom nálatok is ez a klasszikus felállás volt, hogy hétvégén... Ja, ez a izének a nem tudom milyen bégnek a fürdője volt, azt hiszem. De ki írja? Nézd meg! Baudenkmál. Új. Bogyó, gyere ide! Willy? Gyere ide! Állj meg ott! Állj meg! Állj! Jó. Nem, akkor Dzsámi volt.
Tehát ez tényleg itt volt egy ilyen, ugye a törökök elfoglalták egy időben Esztergomot is, és akkor ezt még föltárták itt. Tehát, hogy itt, ja, hogy ez a várhoz is tartozott még, meg a... Igen. De hát ez egyben van, akkor ez nem trafóépület volt. De hát, de mostant az elmúlt 40 évben valószínűleg az volt, vagy 50. De hogy ez tényleg a dzsám itt valahogy így helyreállították, vagy rekonstruálták, vagy nem tudom, felúgy. Látod, szóval én is látok új dolgokat itt. Hétvégén hazamenés? Igen. És családozás és hétköznap meg vissza? Hát igen. Igen, nagyjából. És nem volt-e, hogy elkezdtek elmaradozni a hazamenések? És... Hát miután azért a pénz elfogyott, és Pest közel van. Ezért... Ez így logikusabb, igen. De volt olyan, hogy itt maradtunk, vagy mit tudom én, vagy Franz se tudja már, de... Mondjuk egy óra és negyed óra volt volán busszal, mert volt ugyan vonat, Esztergomba van, csak két probléma, hogy a régi vonat az 2 órát jött, és innen gyalog a belvárostól 40 percre van az állomás, ami a mai napig számomra egy misztérium, hogy ez, de régi, tehát ez nem új, tehát az már 100x éve ott van az állomás, de hogy miért csinálták ezt, annak idején azt nem értem, mert akkor még ott szinte semmi nem volt, a város meg onnan rohadt messze van. Úgyhogy így. És milyen klubélet volt Esztergomba? Most oda nem is mentünk el, már csak azért sem, mert sajnos ledózerolták 1-2 éve, volt a Molotov. Szerintem arról még te is hallottál. Persze, az... Tehát, hogy még játszottál is. Tehát az Isten háta mögött játszott ott, de akkor én még nem voltam a tagja, talán valami ilyesmire művelet, hogy totál hülyeséget. A Molotov az egy ilyen, az volt az ilyen underground, tehát ahhoz képest, hogy Esztergom egy kicsi város azért, így lélekszámra, az elég nagy, tehát akkor a 90-es években elég komoly ilyen izé volt életi koncertek, meg mit tudom én, kiállítások, nem tudom mi. Úgyhogy az ott működött, rengetegszer játszottunk ott a HS7-tel is, meg mit tudom én, meg ugye amúgy is voltak ilyen főiskolások, így összeizettük, és akkor ott valamit játszogattunk, nem tudom mit. Úgyhogy az egy rendes klub volt, csak hát most már mondjuk hozzáteszem, hogy az úgynevezett Zöldház nevű műintézményben volt, amiben volt egy műfház fölötte, meg ilyen rádió, meg nem tudom mi, de egyébként az egy rendkívül ocsmány egy épület volt, azért együtt, hogy a Molotov az egy tök jó hely volt, de hát így építészetileg borzalmasan nézett ki, mert az annak idején úgy volt, hogy még a Rákosi időben, ha jól tudom, a belvárosnak egy nagy részét, ami a közvetlen közelében, tehát ott a Prímás-sziget mellett, azt ledózerolták, különösebb ok nélkül, és oda raktak ilyen, most is vannak ilyen 70-es évekbeli ilyen, nem panelházak, de ilyen kockaházak. Hogy tudják mondani. Igen. Az meg Bogyó, hát te zseniális vagy. Azt előre szeretnék mondani, hogy a két kutya elindult a macska úton. Úgy, anélkül, hogy nem ők követtek minket, hanem mi őket. És most alulról látjuk egy ilyen sikátorban a bazilikát. Elég jó. Ja, de itt még nem voltam soha. Még följebb megyünk? Hát fölmegyünk. Az a lényeg, hogy fölmegyünk. Jó, nem az meg. Hát figyelj, nem az, hogy kirándulunk. De kirándulunk. És akkor volt a várjad, de hogy volt a fölmegy cigi. Szóval volt a Beatles kazetta. Van ez a Beatles, igen. Megmondtad az Andersen, de hogy... Igen. Még magyar részről még kik voltak, akik így gimiskorban így azt mondtad rá, hogy ez kurva jó. Az unokabátyám, aki nálam 4 éve idősebb, pont még elcsípte ezekben a klasszikus ilyen 82-3-4-5-be, az ilyen Európa kiadó, meg mit tudom, Kontroll, meg ilyen koncerteket. És akkor ilyen kazettek nálunk lakott, mert ő szegedi volt, és amikor följött koncertre, meg mit tudom, bulizni, akkor nálunk lakott. És akkor mutatta ezeket a zenéket, meg persze a kiadót azt nagyon bírtam, meg én imádtam a KFT-t egyébként, mai napig is, mint magyar izé. Ezen nem lepődöm meg ez. De hát nyilván ezek a klasszikus dolgok a gimnáziumban, nem tudom miért, de a 90-es évek, vagy a 80-es évek végén valamiért felett fedezve a Doors Magyarországon, ezt mai napig nem értem, hogy miért. Akkor mindenki Doors kazettákat ízért egymásnak. Más volt. Igen.
Hát mindenfélt hallgattam nyilván, tehát nekem egyszerre volt Modern Talking műsoros kazettám és Cure, Best Of műsoros kazettám és Pink Floyd, tehát ezek engem nem zavartak, ezek a izék. Modern Talking az nagyon erős volt, na, mondjuk ki. Ugye Modern Talking lemezeink nekünk is voltak. Elég jó ez a macska út. De azért az ott deklaráltan a nővérem lemezei voltak. Aha. Thomas Anders és Dieter Bohlen, ugye? Jól emlékszem? Persze. Sportcipő és az a makkos cipő, ami a Dieternek volt? Igen. Vagy Thomasnak, bocsánat, Thomasnak volt makkos cipő. Meg a Nóra aranylánc, Nóra feliratú aranylánc. Természetesen. És azt tudjuk, miért Nóra? Hát Nóra volt a nője. Nóra. Ez is benne volt mindig a Bravo-ba. De ez hogy nem vetett tele vele a menedzser? Hát mert az is hozzátartozott a izéhez. Hogy a Nórától meg kell szerezni a Thomas-t. Ja. Már akinek kell. És akkor már fönn vagyunk a rondellánál, meg a bazilikánál. A rondelláról van egy sztorim, de az nem publikus. Viri, gyere! Itt állj meg. Okos vagy. Na, ott folyik bele a garam a Dunába, kérdez szépen. Az pedig az a hegység, amit mondtam, a Kovács-patak. Mert itt van egy óriási ilyen kanyar a Dunába, hogy így jön, itt van Esztergom, és így megy tovább. És ez az. Aha. Tehát tulajdonképpen ez nyíregyenesen nyugatra néz, mert az, mindig azt hiszi az ember, hogy az észak, de észak valójában arra van. Akkor itt cigizünk? Hát, zumbás pia. Ja, úgyhogy kérlek szépen, Petikém, kérlek szépen. Kész gyárit vagy most sem? Nem, köszönöm. Mióta van ez az ész, csavarod a cigit? Az most már egy ilyen 4-5 éve van, nem? Szerintem több. Hát amikor volt egyszer ilyen borzasztó cigi áremelés, akkor próbáltam ki, de az egy konkrét időpontban volt, már nem tudom mikor. De szerintem több, mint 5 éve. Nem is tudom. Hát a rájátszásból már amióta én vagyok azóta, ja, hát akkor te már mindig az volt. Ja, hát akkor ez már nem 5 év. Hát az, ja, hogy te mióta voltál rájátszás? Hát szerintem 6-8 éve. Aha. Szerintem lehet, hogy már 10 éve ez van egyébként. Nem is tudom. És ki tanított meg sodorni? Nem tanultam meg sodorni, hanem vettem ilyen az a gép sodrót, volt, persze. De az annyira szar, tehát nem lehetett egy normálisat kapni, mindig 2 hét alatt szétesett, meg amúgy is béna volt, és egyszer voltam a bőrnél. Mert nekem ezek mindig olyan kellemes emlékek voltak, amikor koncert után kimentünk rágyújtani, és akkor ahogy mindig igen. Ezt a 5 perces bíbelődést végigcsináltad, és igen. Iszonyat türelemmel, meg odafigyeléssel, én ezt abszolút csodáltam, tehát hogy... Na most, de úgy volt, hogy kérek szépen, tehát nem lehetett kapni egy normális ilyen ízét. Mondom, és akkor azt hiszem, hogy itt nincs is ilyen, bazd meg, mert ezek szarok mind. És akkor voltam a Burninél Stuttgartban egyszer egy hétig, stúdióztam, zenégettünk, és akkor bementünk a dohányboltba, és láttam, hogy van ilyen Mari típusú drémasíne, az sodró, és vettem egy olyat, az viszont zseniális volt. Tehát az tökéletesen megcsinálta az ízét, nem esett szét, fényből volt. És akkor miért hagytad el? És az volt, hogy azért mondjuk egy másfél év után azok is tönkrementek, vagy egy év után, és akkor volt egy olyan, hogy elfogyott, hogy tönkrementem, most akkor ki kéne menni, mint a Bécsbe, vagy a Burnitekkel kéne hozatni. De aztán az volt, hogy akkor megmondtam, hogy jó, akkor kézzel tekerek, és kész. És akkor megtanultam. Nagyon büszke vagyok. És kinek írtál még, ami nem Heaven Street 7, meg Budapest Bar, meg a 14 karátos autó. Zenét? Dalt? Ja, hát a rájátszás, ugye az is hát van. Hát annak idején volt a Neo, nyilván ott is írtunk dalokat, tehát közösen írtunk. Hát mit tudom, meg néha írtam szöveget ennek, annak volt a Péter Fiborinak, volt valami... Nem fog eszembe jutni, pedig volt egy pár azért, nem is olyan borzasztó sok. Egyszer írtam a Naprának egy dalt, szerintem az nem is lett rossz. Mi volt még? Pedig volt még. Majd közben eszembe jut. Napra? Botmiki Napra? Igen. Melyik volt az első magyar nyelvű heaven dal? Kérek szépen a Valami című szám. De hogy, na, valami, hogy pont... Van valami a levegőben.
Mert hogy az egy olyan váltás volt, hogy azt gondolhatná az ember, hogy, hogy egy ilyen váltás az ilyen küszködős, vagy nem tudom, de hát már a valami is egy kurva jó magyar nyelvű dal. Tehát egy kicsit olyan érzésem volt, mert én ezt ugye követtem így fiatalként a Heaven pályáját, és hogy volt ez a váltás, ami igazából azt a kérdést vetette fel, hogy akkor, ha ez ilyen jól megy, vagy egyszerűen, akkor miért ment eddig angolul, vagy ez hogy van ez? Hát én előtte már írtam. Mit kell átállítani az agyadba ahhoz, hogy, hogy hát ez... tehát volt még a HS7 előtt, volt mondjuk a Babyface zenekar, még gimibe, abban magyar, ott magyar szövegek voltak, amiket többnyire én írtam, szintúgy. És vállalod őket? Tehát, hogy, vagy azok ilyen... Hát azért benne volt egy ilyen tínédzseres, post-tínédzser életérzés, de voltak jó pillanatok. Tudod, hogy már egy Babyface elfényt, ami kurva jó. Kérlek szépen. Azt nem én írtam, ezt a szöveget nem én írtam, de viszont ez nagyon vicces. Ezt még az előző énekes írta, még mielőtt én bekerültem a zenekarba. Elbújdosok fenn a hegyekben veled, magasan vagyunk 2000 méter felett, sziklák és fenyvesek közt semmi, az meg nem érdekel már, te vagy az én mindenem, és ez a vadregényes tár. Refrén. De nem sokára a sűrű est, az égre lila felhőket fest. Nem emlékszem arra, hogy mi volt, csak emlékként őrzök egy távoli sikolyt. Nagyon dark volt. Na, de hogy visszatérve a magyar váltásra, várja, mert hogy most tök jó, hogy a hosszú... költő is voltam. Igen, mert a hosszú ég is áttértek magyarra, és ők is tök jó popszöveget írtak meg. De az már jóval később volt. Egyébként először a Quimby volt, akik magyarul kezdtek el izen. Tehát nyilván az volt, mondjuk 94-5-ben, hogy ugye akkor még friss szelek fújtak, tehát rendszerváltás után pár évvel, akkor minden tínédzser, aki zenekart alapított, az volt a minimum, hogy a Wembley-be játszunk 2 év múlva. És akkor ezért rengeteg ilyen angol nyelvű ízészű. De nyilván, tehát a Quimby-től kezdve a Fresh Fabric, Mi, meg Rémember, mit tudom én, tehát rengeteg ilyen zenekar volt. Aztán előbb-utóbb egyfeloszottak a zenekarok, vagy elkezdtek magyar szövegeket írni, mikor rájöttünk. De utólag így azt gondolhatja az ember, hogy ez állt a szélesebb körű népszerűségük útjában, és ezért kellett váltani. Hát egyébként igen. Tehát mert hogy a Fresh Fabric, a Pablo Honey meg a Rémember, ezek kurva jó klubbulikat csináltak, igen. Az FMK-tól kezdve bárhol, meg iszonyat nagy izéje is volt, töltés is volt benne, meg egy összetartó közösség. Warpigs is volt. Warpigs, de szerettem. Nem is tudom, hogy honnan voltak nekem ezek a korai demók, mert ugye azért valljuk be, a Warpix első lemeze is, meg a Pablo Honey első lemeze is, azt hiszem ezek mind elefántos magnaoton, tudod, ez a... Igen. Hát mi is azok voltunk. És azért azok jóval cukrosabbak lettek, mint amilyenek voltak azok a klubokban, hát meg ugye azok a demók is. Igen. De például pont, hogy a Fresh Fabricot mondod, a Vörös Andris is most az Ördögben. Igen. Jó, de hát utána azért pont a Fresh Fabric az ugye még nagyon sokáig azért nyomták az angolt. Persze. Tehát még a 2000-es években bőven. De hogy például a Vörösről is kiderült most, hogy jó dalszöveg, jó magyar dalszövegről, sőt az Ördög azért tűnik úgy nekem, hogy így kezd így aha. Kicsit így ki tűnni a magyar rock metal, itt tudom én miből, mert hogy nagyon sokan tudnak kapcsolódni a Vörösnek a szövegével. Hát igen, egyébként ez annyira plasztikusan kézen fogható volt ez a váltás, hogy mikor volt az első, tehát addig volt az a 1-200 ember, aki eljött, hogy HS7, úgy érezzük magunkat, mint hogyha nem tudom, Birminghamben lennénk, egy kicsit uh-huh. Ez az értérzés volt. Attól függetlenül szerintem jó lemezek voltak, az angol nyelvűek, és volt a valami, azt én megírtuk, és mikor legelőször Szegeden, a Babel klubban, azt hiszem úgy hívták, volt egy ilyen, eljátszottuk a valamit, tehát abban a másodpercben, ahogy nem is nagyon értették a szöveget valószínűleg, csak hallották, hogy ez magyarul van. És az emberek közelebb jöttek, tehát oda jöttek konkrétan az egész között mindenki, aki ott volt, mondjuk 150 ember, az hirtelen, addig úgy így néztek, meg így mosolyogtak, meg így a fejüket így tirel-irem, aztán így hirtelen, tehát így teljesen más volt egy másodperc alatt, teljesen más dinamika. És akkor azt gondolom jó érzés volt a színpadon. Jó volt, abszolút.
De hogy akkor, de hogy honnan jött benned az indítatás, hogy a valami, amikor gondolom megszülettek a harmóniái, akkor hogy magyar hát, szöveget írjál? Hogy csináljunk már, ja bocs, Nópora. Hogy csináljunk magyar szöveget. Ja jó. És akkor elkezdtem. Ilyen egyszerű. Tehát már írtam előtte, meg nyilván írtam verseket, ki nem írt verseket. Tényleg, ez szégyenletem is magam, hogy ezt miért nem kérdeztem meg. Igen, természetesen nagyon dark. Nem tudom, van egy ilyen nagy fekete könyvem, és abban benne van egy olyan, hát olyan 20-25 szerintem. És mikor született a legelső? Fogalmam sincs, hát gimnáziumban gondolom. Hm. Nem tudom. Azt majd egyszer faksimile kiadom. Merre? De egyébként még azokból, menjünk bazilika előtt, és akkor ott levágjuk. Gyere, patyó. És egyébként azokból tök vicces, mert egyrészt a tínédzserkori verseimből egy-két dolgot, így későbbiekben egy-két sort, meg ilyen fordulatokat átloptam. Később, hát ez természetes. De a szövegekben, meg ezekről, amiket mondtam, hogy ilyen kazettára fölvettem ilyen zongorás üzéket. Aztán később már azért komplettebb dalok, tehát konkrét dalok voltak ezek, tehát azért már így kvázi profiba lettem ilyen szempontból, hogy már így komplett dalokat írtam. Szövegek azok nem nagyon voltak, csak elvétve, és azokból született például a Dél-Amerika is, meg a Crazy Srác. Tehát ez egy ilyen... De szöveg? A zene. Igen. Úgyhogy... Hát azért az egy... Nyilván az egy... Tehát az nem annyira jellemző volt a HS7-re a Dél-Amerika, tehát az egy ilyen kis... Ez ilyen tulajdonképpen egy poém volt. És mégis a sikeresebb dalaitok egyike lett, vagy hát, emblematikus. Igen, azért általában azt, hogy le lehet szűrni, hogyha az olyan emberek, akiknek fogalmuk nincs róla, hogy mi az a Heaven Street 7, vagy mi volt, azok ezt a kettőt azért biztos ismerik általában. Tehát a Crazy Srácot, meg a Dél-Amerikát. És ez nem tudom, az mennyire volt publikus, vagy erről beszéltél-e, vagy akarsz arról beszélni, hogy mi már akkor ismertük egymást az utolsó Heaven lemez idején, ami ugye már majdnem egy szóló lemez lett, vagy nem tudom, hogy lehet-e így fogalmazni. Hát vagy én úgy emlékszem, hogy ez... Hát olyan értelemben lehet, hogy én gyakorlatilag az dalokat már úgy írtam, még így demozgattam, hogy én ezt már úgy fogtam föl, tulajdonképpen ez egy szóló lemez lesz, aztán nem az lett végül is. De igen, tehát abban már volt egy ilyen... És bánod, hogy nem szóló lemez lett? Hát figyelj, nem tudom. Hát így lett. Erre röviden ezt tudom. Hát akkor nem. Nem bánom. Nem volt ott. Nem jött még el az ideje, vagy nem tudom, hogy mondjam. Mert azért arról a lemezről is lettek emblematikus dalok. Én azt nagyon szerintem, bár nem kérdezted, de szerintem... Én azt mondom, hogy van mondjuk három lemezünk, amire azt mondanám, hogy azok ugye a legjobbak, vagy ami azt a hármat meghallgatja valaki, akkor az már úgy, azok elég jók, az a, hogy ebben nem mondok angol lemezt, mert azt most valamiért kihagyom belőle, de a Cukor, a Tudom, hogy szeretsz, meg az utolsó lemez, meg szerintem ez a három. Az azt hiszem úgy is készült, hogy gyakorlatilag a Japival raktátok össze ketten, vagy hát, ez túlzás azt mondani? Az hát egyrészt dolog. Kicsit túlzás, másrészt annyira nem túlzás, mert a lényegét tekintve azért volt egy ilyen izé. Tehát meg ott az eléggé két részre van osztva, tehát voltak az ilyen klasszikusabb, ilyen HS7-es hangszerelés, meg voltak ezek az elektronikus, meg ilyen izék. 974, ez az egyik kedvencem. Jaj, köszönöm. De mondjuk igen, az szerettem. Annál soha nem leszek hálásabb, mint amikor megmutattad annak az eredeti dancehall verziót, igen. Vagy nem tudom, happy hardcore igen. Verziót. Kicsit. Igen. Nem tudom, arra nagyon rácsúsztam arra az akkor menetre, azóta még kétszer elloptam saját magamtól egyébként, mert például a Vigasztalós is az. Igen. Meg nem is tudom, még van egy másik dal, ami angolul van, de az... És ott a felvétel, ha nem csal a fülem, ott a papszabi, meg még ki, hogy kerültetek egy templomba, vagy ez mi az a tér, ami... Igen. Hol is volt? Valahol
Ez japi produceri ezért? Igen, mert én úgy volt, munkája. Hogy szerettem volna, hogy egy ilyen templomi térbe fölvenni. Aztán végül az lett, hogy valamilyen, az a baj, nem tudom, azt sem tudom már pontosan hol volt, valahol a Börzsönybe, talán egy faluba, ahol volt egy ilyen valami iskola, aminek a nem tudom milyen terme, az egy volt kápolna volt. És akkor ott vettük föl. Igen, a Szabi, a Marci, a Likó is ott volt, meg a Mihola Peti, aki egy időben... Ja, ja. Hogy menjünk, azon gondolkodom. Ha menjünk. Menjünk úgy, mert akarom mutatni még a kollégiumot, meg a sulit. A suli az itt van, a kollégium meg emögött, úgyhogy tök mindegy. És akkor felhívtad a Marcit, meg a Szabit, hogy gyertek a Börzsönybe, és... Hát kimentünk, igen. Na-na-na-na. Igen, na-na-na, pontosan. Exactly. És akkor fel, na-na-na. Meg még felvettük az Úristen című számot ugyanott. Tényleg. Igen. Úgyhogy... Ja. Azt hiszem egymást követik a lemezen. Igen, igen. Én azt nem szeressem. Vagy lehet, hogy egyszer el is játszanám, meg hangszerelve. Azt tudtad, hogy én éneklek egy Heaven Street Summit lemezem? Mi? És ez is nemrég jutott eszembe, és aztán azt még a Robi szervezte le, vagy nem is tudom már ez hogy volt, de hogy... A mi is volt? A mondjad atombomba. Tényleg? Annak a végén én is benne vagyok a csorda. Ja! A csordában. Tényleg? Az akváriumban. Gondolom, mert igen. Az egy intenzívebb időszak volt, amiből nekem sem minden élményem ilyen teljesen fókuszált. Mert annyira fel voltunk pörögve, hogy nem emlékszünk. Igen. Na, hát látod? És akkor azóta, tényleg azért a Rühös Foxit meg még nem is kérdeztem, de nem is a Rühös Foxit akartam kérdezni, hanem hogy a H7 vége hanem a utáni... Tacskót. Nem, hogy én azt hittem, és ezért egy kicsit így nem is mondom, hogy haragudtam rád, vagy nem tudom, így nem értettem, hogy ha vége a H7-nek, és neked van egy csomó jó ötleted, meg egy ilyen lemezt írtál volna már egyedül, mint a Felkeltem a reggelt, akkor miért teltek el évek azzal, hogy bármi ebből előjöjjön, hanem inkább a mindenféle mást csináltad. Hát figyelj, a Budapest bárt, a Bernivel a dolgodat, igen. Meg hát ilyeneket. A következő, hát a Budapest bár az már akkor is régóta ment, tehát hogy az egy másik történet, hogy tehát azt csináljuk, de hát az a helyzet, hogy volt a NASA, ugye? Ja, tényleg. Ami gyakorlatilag, most megint, most lehet, hogy valaki ezért meg fog haragudni rá, de hogy gyakorlatilag ott is az volt a helyzet, hogy ott is megírtam a dalokat, és tulajdonképpen az is egy kicsit olyan volt, hogyha ezt nem a NASA néven vesszük föl, hanem szóló lemezemként, akkor az lett volna a második meg nem szóló lemezem, ami nem az lett végül is. Úgyhogy... Jó, csak ott egy olyan koncepciót választottatok, hogy igen, ugye a két, ott az volt a két frontetter, amit egyébként én nagyon bírtam, csak hát sok szempontból nehéz volt, ugye. Logisztikailag borzalmasan, tehát a végén, mikor már lettek volna koncertjeink, akkor így mondjuk 10 megkeresésből 8-at nem tudtunk megoldani, mert időben nem lehetett összehozni, ugye Magna miatt is, meg mit tudom én. De ott te nagyobb sikerre számítottál? Vagy nem számítottál semmire? Az az igazság, hogy mire... Tehát arra jöttem rá, hogy ezt így nem... Sajnos ez így nem működőképes ez a felállás, mármint hogy... Tök jó, meg jól is éreztük magunkat, csak egyszerűen ezt nem... Tehát így ezt nem fogjuk tudni komolyan gondolni a hosszú távon, mert ez csak akkor tudunk ezzel bármit kezdeni, hogyha éppen mindenki ráér. Tehát és így egyszerűen nem... Tehát ehhez túl sok, hogy úgy mondjam, szellemi energiát raktam bele ebbe, úgy éreztem. És mire már úgy alakult volna, addigra meg úgy abba hagytuk. Uh-huh. Tehát... De ilyen értelemben az, amit én úgy gondoltam, hogy a fontos számok, amiket írtam, vagy nem tudom, azok gyakorlatilag a NASA-nak a másfél lemeze tulajdonképpen. Uh-huh. Csak hát nyilván ott a hangszerelés az teljesen más volt, meg ketten énekeltünk a Misivel. De én egyébként azt vállalom, sőt, hogyha lesz majd ilyen szólókoncertem, akkor szerintem egy-két dalt játszani is fogok. Csak nyilván nem úgy fog megszólalni, mint a NASA-ba. Mert hogy pont ezt éreztem ebbe az időszakba, hogy te tök határozott csávó vagy, meg... Hát meg, azért az túlzás. Lehet, hogy túlzás, de hogy olyan értelemben, mint személyiség vagy egyéniség, tudod, hogy ki vagy, meg merre hány méter, de hogy mégis ilyen értelemben egy kicsit azt éreztem, hogy mindig, nem mindig, hanem hogy abban az időszakban így
szeretsz csapódni, vagy nem tudom, nem teljesen hát, a kezedbe tartani az irányítást, hanem hát nem is biztos, nyilván hogy szeretek, hanem az úton az előkerülő döntéseket hozni, de hogy igen. Elnézést, bocs, most ja, hogy ezért, topic break van. Ez nehogy, is kocsma volt? Kérlek szépen, ez volt a kisléva, a legendás kisléva kocsma most. Asztalos kárpitos, női férfi kéz és lábápolás. És hát itt nagyon sokszor elvérzett az a, az a szándék, hogy elmenjünk a suliba, mert itt jöttünk a suliba, és itt lehetett, egyötven volt Szára Szofi, és valamiért barna Amstelt csapoltak. Tehát azelőtt meg azóta se láttam ilyet. Na mindegy. Meg ott van mögötte egyébként a Cipollino, ahol kajáltunk is néha. Szóval itt jöttünk a suliba, hogy mit a előadás, szeminárium, és nem kéne meginni egy kávét. És akkor általában itt nagyon csúnyán elakadtak a dolgok, akár már délben. Mert hogy itt vagyunk ugye, és itt kislével szemben gyakorlatilag ez már a kollégium, ami most már valami szálloda, tehát már ezt is eladták, vagy nem tudom mit csinál. Hotel Adalbert, kérlek szépen. Lehet, hogy az egyházi. És itt ott fönt, ott volt egy ilyen kis erkély, és a csajokat itt néztük, amikor kosaraztak, mert ez egy kosárpálya volt, most parkoló. Ott torony volt. Kosárpálya volt, most parkoló. Igen. Úgyhogy, ja. És akkor a kollégiumban, volt, amikor kollégista voltam, volt, amikor kirúgtak, mert nem volt elég jó az átlagom, vagy nem tudom. És akkor rendszeresen beszöktünk. És volt két jófejportás, az Otto Bá, akinek egy két decis cseresznye pálinka volt a fizetsége, hogy bemehessek a kollégiumba éjszaka. A Vali néni az meg jó fej volt, viszont voltak nagyon gonosz portások is. Volt egy nagyon durva boszorkány fejű nő, öregasszony a portás. Még nem volt mobiltelefon, meg semmi ilyesmi, hogyha valakinek telefonáltak, akkor a portárról mondták, hogy Kovács Józsi telefon. Jó? És voltak ilyen amerikai Peace Corps-os tanárok, nyelvtanárok Amerikából, béke hadtesttel jöttek, mit tudom én, és akkor itt voltak egy-két évig, és volt a Sara nevű csaj, és ő is itt volt a kollégium, és egyszer Otto bácsi este 8 körül ordítva, hangos bemondomba, Sara, telefon! Sara! Sara, telefon! Na mindegy. Ez volt a kollégium, és akkor még itt meg kell mutatnom, hogy ott, itt volt a bejárat ugye a kollégiumban, ott, ahol most vannak azok az üvegizék, ott volt a betegszoba, és a Bundi János barátommal a betegszobában laktunk, mert csak ott volt hely. És a betegszoba az volt az egyetlen, ahol volt saját fürdőnk, meg saját budi, meg minden. És volt olyan, hogy az egész Babyface zenekar, így tél volt, rohadt hideg, így bemásztak, és ott elslisszoltak oldalt, és ott bemásztak az ablakon a földszinten, és akkor jött a ott, vagy a valamelyik a gonosz portásnő jött, és mit csinálnak itt? És mondom, hogy semmi, csak odaadok nekik jegyzeteket. Miközben akartak bemászni az ablakon, és akkor csak a jegyzeteket adom oda. Úgyhogy voltak ilyen sztori, meg volt, hogy az egyik kiváló évfolyamtársunk pedig ott is volt a kollégium, ott volt a legendás 317-es, ott születtek az első demóink, igen, ott is voltak ilyen szobák, és akkor egy ilyen erősebb este után kihajította az egész hifi cuccát, és úgy, de nem sikerült, hogy beakadt ott a izébe, ott abban valamiben, a tetőről, és így lelógott a két az egyik hangfal tartotta, és lelógott valahogy a deck, meg a másik hangfal, így lógott le. És akkor ez ott volt egy darabig, mert nem tudták leszedni. Ez meg már maga a főiskola, ugye? Az Alma Mater. Rengeteget tanultam itt az életről. Itt szembe a Csülökcsárda, ami egy ilyen legendás hely. Mindig csülkös bablevest tettünk, mert arra volt pénzünk. Vagy másra nem szerettük volna elkölteni a drága fröccspénzt, inkább azt mondanám. Hát beosztottátok. Igen. Úgyhogy ez ide gyakran. Na hát ez legalább még most is megvan, igen. Ez igen. Kiállt az idő próbáját a Csülökcsárda. Igen. De hát ez már nagyon, szerintem ez már vagy 60 éve van, tehát ez szerintem minden ilyen esztergom, ilyen turista izébe ez az első étterem. Ezek a csárdák, ezt tudják általában, hogy... De jó volt ez, bírtuk, meg jó, meg volt a nem tudom milyen néni, aki tök aranyos volt, és akkor még csak ideig fölmegyünk, azt visszajövünk. És a múltkor hallottam, mert találkoztam a Kisik Szabi, valaki, aki szervezte régen a... meg a sportalsót csinálja, azt hiszem, vagy lehet, hogy nem, de a Molotov, meg ő csinálta a Fesztergomot. És tőle tudtam meg, hogy gyakorlatilag megszűnik itt a főiskola, tehát
Most ilyen utolsó kifutó évfolyamok vannak, még pár ember, aztán Viszlát. És megmutatom azt a szent helyet. Amikor megérkeztem ide 1991. augusztus 29-én, nyilván senkit nem ismertem, és akkor itt lerakott az apám, vagy mit tudom, lehozottán kocsival, vagy lehet, hogy buszai, és itt álltam, és ott nyitva volt az ajtó, és ott ment a beiratkozás. És az első, akit megláttam, Kovács Ákos Dadán volt, aki már itt rendezkedett. De még azt sem tudta, hogy hol van, de már itt magyarázott magam. Mondom, hogy Jézusom, ki ez az állat? Mondom, és aztán persze utána nagyon jóba lettünk, de nehogy ez az első esztergomi emléke, hogy itt állok. Nyilván, nem, tehát én nem voltam egy ilyen nagyon vagány gyerek, meg mit tudom, én kicsit feszélyezve voltam, hogy most egy ilyen új hely, mit tudom, ilyen faszomat se érdekli, meg nem tudom. És akkor egy ilyen hülye itt áll előttem, és itt magyarázva az meg. Úgyhogy ennyi. Hát de ez ebből, hogy mondjam, ha készül Heaven Street 7 film, akkor ez egy csodálatos... Ez egy nyitókép, igen. Csodálatos nyitókép, igen. Ahogy a kis Dadán. Igen. Vagy fiatal Dadán. Na, megáll. Nem kellett volna. Csak ha lesz ilyen film, akkor ne a... Queen filmnek a felfogását kövessétek. Ja, nem láttam, szerencsére. Az előző hosszas és részben érzelmes kérdésemnek igazából az a lezárása, hogy én tök örülök a Szűcs nevű produkciónak, vagy projektnek, vagy nem tudom. És hogy azzal mi lesz, vagy az... Ugye, most csinálni fogom nagy erőkkel, aztán... Hát ki, mi lesz? Hát mi lesz a világgal? Előbb azt kérdezik. Rendiség első világ, élet a világban, második Szűcs. Hát legyen valami értelme is kijönni egy ilyennel. Ugye? Hát ámen, halleluja. Ja. Ámen. Amen. Amen. Itt vagyunk a pap neveldénél. Akkor a kiindulási pontba fogunk találkozni, és akkor leírtunk egy nagy, remélhetőleg egy nagy valamit, rajzoltunk ide az esztergom térképére. Egy nagy krumpli. Egy nagy bibircsokos orrú krumpli. Hát ez csodálatos. Ez volt a Szabadlábon Podcast első része. Köszönöm a figyelmet. A vendégem Szűcs Krisztián volt, én Egyedi Péter vagyok. A műsor létrejöttét pedig az NK, a hangfoglaló kollégiuma támogatta. Tartsatok velünk legközelebb is!